reggeli tanulószoba Szabó Dorottyával. Mit tanulsz, Dorka? És történelmet éppen a 48-as forradalomról. 48-as forradalom. Hány is lesz az érettségid? 95%-os emelt történelmi érettségit fog tudni. Ennyi. Hát ez jó lassú. Inna, beszorulj! Jajjaj! Inna! Berenjú! Nem csupik! Vézutos magas tartásban nyújtózzal, derekarat nem érezheted, fenekeret feszíted, combot feszes, üvegkúj fölfelé néz, vézutos magas tartásban nyújtózzal előre. No! No! She's scared to see! No! No, Vito! Itt vagyunk a rögtönzött tengópályán, ahol nagy csata veszi kezdetét. Fenyves Javelin, Zágor Bernadett és Mosdóczi Javelin. Csapatkiáltás! Törvék! Soknál kétszólas! Ki fognak állni a stáb három tagja ellen. Kökény Anti, Sós Zoli és Pozsonyi Zsolt ellen. Olé! Olé! Mosdó, hogy ment a mai tengóparti? Nem szeretném, hogy ferdítenék a valóságot. 1-1 lett. Első meccsen 10 volt köztem Ócsiny. Második meccsen megkaptuk a macát. Macáról. Gyere. Hát, nagyon maca volt a gyengelet. Nagyon értékes csapattársal bővült a csapatunk, úgyhogy... Legközelebb nyerünk. Csak még bele kellett jönni. Nagyon unalmas volt. Sziasztok, tegnap ígértem valamit, most itt állok a recepción, úgyhogy Pako, rajtad a sor. Pako! Hajrá, Radi! 1, 2, 3. Most végeztünk a bazározással. Mindenki vett magának valami nagyon fontos és márkás dolgot. Igazából az eladók nagyon kedvesek, állandóan segítőkészek jönnek oda, próbálják ránk sózni a dolgaikat. És hát aki azt hiszi, hogy az edzésünk a kemény, az jöjjön el egyszer egy 30 fős lánycsapattal vásárolgatni, és akkor megtudja, mi az az igazi elfáradni dolog. Igen, ezek a terméseim, cipők és egyebek, ajándékok a családomnak, úgyhogy nem is árulok el többet. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.